Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, jönök is Black Ops 4, nem adjuk fel olyan könnyen ezt a játékot, ugye? De ezúttal, amit láthatjátok a címe, a single player történetével fogunk foglalkozni, hogy micsoda single player történet, de nincs single player a játéknak. Nincs, tényleg nincs. Viszont, ha ügyes helyekre nézel, akkor találsz benne egy történetet, valószínűleg a single player maradványait, amit sose kapunk meg, valószínűleg annak a maradványait és bejátszásait kaptuk meg, mégpedig ugye, ha bemész a headquartersbe és végigjátszod a tutoriálokat, akkor fogsz kapni ilyen kis mini videókat egy történetről, továbbá az operátoroknak a háttér történetéről, tehát a katonáknak a háttér történetéről is kapunk némi információt, és ezt szeretném veletek megosztani, mert egy érdekes rejtély van az egész mögött. Nos, vágjunk bele, a történet, ugye a bejátszás onnan indul, hogy egy temetőben vagyunk, ugye, és ott van Masonnek a lánya, illetve az unoka lánya. Ki volt Mason, ugye? Annak, aki nem játszott a Black Ops sorozattal, vagy nem játszott a Black Ops 1-e, vagy nem emlékszik a történetre, Mason és Woods volt a két főszereplője az első és eredeti Black Ops-nak. Továbbá a többi Black Ops-ban is folyamatos referenciák voltak erre a két karakterre. Tehát jegyezzük meg, Mason és Woods. Na most, Mason volt ugye a Black Ops 1-nek a főszereplője, és hát ha nem játszott a Black Ops 1-e, vagy nem figyelte a történetre, vagy szeretné figyelni a történetre, akkor most spoiler alert. Szóval a Black Ops 1 egy elképesztően jó történet volt, és egy nagyon jó fordulatpontot adott. Az egész egy kém történet volt valahol, azt kell mondjam, ahol a végén kiukadtunk a csúcspontra, ahol a Kennedy gyilkosság volt a, hogy is mondjam, a fő pontja az egésznek, és az egésznek a végén az volt a sejtése az embernek, hogy te, mint Mason, a főszereplő, akivel játszottál a Black Ops 1-ben, te voltál az, aki megölte Kennedyt. Úristen, te akkora fordulata volt, hogy így helyből elmentem, elszívtam két, mindenre számítottam a Black Ops-tól, egy Call of Duty-től, mindenre számítottam, csak arra nem, hogy egy ilyen epic fordulatot rakjanak bele, egy ilyen egyszerű, szimplitikus, filmszerű játékba, ami konkrétan arra szól, hogy menj és lőjél, és tényleg úgy volt megcsinálva, hogy a Black Ops 1-ben, hogy egy ilyen nagyon jó kémtörténet, ahol beleültettek számokat a fejedbe, ugye a főszereplő fejébe, Mason fejébe, beleültettek számokat, aminek ő maga se volt tudomása, és folyamatos hallucinációi és látomásai voltak, amiről ő magának se volt tudomása, és a végén a saját társa kellett megállítsa őt, és a végén egyszer csak kiukadunk oda, hogy lehet, hogy ő ölte meg, vagyis te ölted meg Kennedy elnököt, és így azt a kurva, és így nézel, és pislogs, és azt sem tudod, hogy hova tegyed. És ott ugye meg is szakad a történet valahol. És itt térünk vissza, Black Ops 4-ben térünk vissza referenciákra az első Call of Duty-val kapcsolatban. Vagyis az első Black Ops-szal kapcsolatban. Na, szóval ott van a lánya, és az unoka lánya a sírnál, és kiderül róla, hogy a lánya az egy tudós. Tulajdonképpen, és hogy van egy testvére, tehát Masonnek két lánya volt, egy tudós és egy katona, a testvére is szintén egy lány volt, és egy bevetésen konkrétan megölik, vagyis legalábbis úgy hiszik, hogy megölik ennek a, ugye, a Masonnek a katona lányát egy bevetésen, na de természetes, hogy túléli, de nem itt jön a csavar, és ennek, hogy is mondjam, tiszteletére a tudós nővér fogja és összehívja a katona lánynak, ugye, a társait, összehívja egy csapatba, hogy valamiféle rossz fiút megbosszuljanak tulajdonképpen. De az egyik katonának, konkrétan Ruinnak feltűnik, hogy valami nem stimmel azzal az éjszakával, ahol a katona lányt ugye kivégezték. Ott volt Ruin, ott volt betörés, ott volt ugye Masonnek a katona lánya, és a lány kivégezték, betörének ellőtték a karját, és ők ott álltak konkrétan, hogy és várták a halált, mert hogy semmi fedezékbe, semmi sehol nem volt, és egy golyó sem fogta, és egy golyóval se lőtték meg őket, és Betteri meg őt túlélték, és ugye Masonnek a katonalánya az meg eltűnt, sos találták meg a holttestét, szóval, és feltűnt, hogy van neki valamilyen gyanús, és akkor abban az adott
pillanatban, vagyis egy picivel később meg is próbálták ölni, mert hogy kezdett rájönni az igazságra című történet, és közben még Battery is felvilágosítja, hogy valami nem stimmel ez az egész történet körül, és valami nem stimmel Masonnek a tudós lánya körül. Kapunk is egy-két bevágás videót a tudós lány körül, akinek ilyen, hát ilyen rémálom formában jelennek meg víziók, illetve megtudhatjuk róla, egy nagyon céltudatos nő, és egy projekten dolgozik, de nem tudni, hogy mi az a projekt, ugye ez valószínűleg ki is derült volna a single playerben, de a lényeg az, hogy nem tudni, mi az a projekt, de egy projekten dolgozik, ami konkrétan, ahogy kiderül a kis filmekből, arról szól, hogy így helyettesíteni tud ugye emberi szerveket, ami nem újdonság egy Call of Duty-ban manapság, viszont sokszor referenciára kerül a Blackout. Ebből a maga a játékmód, a Blackout, de mint a single player, valamilyen sokszor referenciára kerül ez a Blackout. De még visszatérünk, jegyezzétek meg. Na most, ugye Battery-nek és Ruin-nek ugye feltűnik, hogy valami nem stimmelt azon az éjszakán, amikor ők életben maradtak, mert nem kellett volna életben maradjanak, és ugye mikor Ruin-t próbálták megölni, akkor kap egy kis segítséget, egy hang, egy telefonból megmondja neki, hogy mikor meneküljön és hova meneküljön, és kiderül a végén, hogy ez a hang a telefon végén, ez Masonnek a katonalánya. És amikor Ruin is oda talál, megtalálja a katonalányt, kiderül, hogy az összes többi társa ott van neki, tehát ott volt Battery, ott volt Ajax, ott volt, tehát mindenki ott volt már a csapatból, és kiderült, hogy az egész konspiráció mögött a tudós lány állt. És ő neki van egy olyan projektje, ahol úgy néz ki, de ez csak egy sejtés, hogy a Blackout Project arról szól, hogy halott katonákat tudnak visszahozni a halálból és szolgálatba állítani. Ez lett volna a tudós lánynak a projektje, és valószínűleg a katonalány ezt felfedezte, meg akarta állítani, és ezért akarta a tudós lány megöletni a katonalányt című történet. Nos, azért legyünk őszinték, elég jó sztori lett volna. Nem értem, hogy miért nem lehetett egy ilyen jó kis történetet kiadni. Na mindegy. Ha végigjátszottad az összes tutorialt, és végignézted az összes videót, akkor kapsz végül egy videót, ahol találkozhatsz Woodszal és Masonnel. Mason tolószékben van egy kórháznak hit helyen. Konkrétan, és oda megy hozzá Woods, és néz egy falat, és ott valami képeket néz egy falon, és kitűz dolgokat arra falra, és ugye megint csak jön egy referencia a Blackoutra, amikor azt mondja, valami ilyesmit mond Woods Masonnek, hogy hogy ezek a víziók, vagy ezek mindig is a te fejedben voltak. Mindig is rólad szólt, és mindig is a te fejedben voltak. És ez igaz, ugye, mivel hogyha ez egy referencia szerintem a Black Ops 1-re, ahol ugye Masonnek konkrétan víziói voltak, és ő se volt vele tisztában, miközben ugye Woods ott tűzögett valami képeket ki a falra. És akkor odahint neki még egy olyat, hogy Woods, hogy don't black out on me. Na mindegy, ez is egy referencia a Blackoutra. Na de, hogyha, és remélem eljutottatok ideig a videóval, hashtag macskabugyi, kérem szépen leírni a kommentbe, hogyha eljutottatok ideig a videóval. Szóval, hogyha elmentek a Blackout játékmódra az Asylumhoz, attól a zombik vannak az Asylumhoz, fölmentek az emeletre, oda mentek a táblához, megláthatjátok ezeket a képeket, és ott van Ruin, ott van Battery, szóval ott vannak a jelenlegi katonák, akikkel játszol, és szerintem, ez csak sejtés megint csak, ezt még nem tudja senki, szerintem ők visszalettek hozva a halálból című történet, tehát legalábbis én szeretném azt hinni, mert egy jó izgalmat adna a történetnek, de ott van a képük, és már, és a flashback, amit kaptunk Woodsról és Masonről, az nem ma történt, az egy flashback volt, és régen történt, és az ő képük már akkor ott volt, úgyhogy szerintem az operátorok, a katonák, akikkel játszunk jelenleg a multiplayerbe, konkrétan halott katonák, akiket újra felélesztettek. Szóval nekem van egy olyan érzése, mindenképpen érdekes. A következő érdekes dolog, amit tudnotok kell róla, hogy ha Blackoutban játszol, és utolér a kék zóna, tehát a zónán kívül ragadsz, akkor ugye látsz ilyen villózó fényeket. Na most azokat a villózó fényeket igazából lelassítod, vagy nagyon megfigyeled, rájössz, hogy azok számok. És azok a számok, azok konkrétan ugyanazok a számok, amelyek Black Ops 1-ben
voltak azok a titkos számok, amelyek az alvó ügynököket bekapcsolták. Úgyhogy ja, ez is egy érdekesség, hogy mi várható. És ugye vegyük figyelembe azt, hogy a Blackoutban rengeteg katonával lehet játszani. A régi Call of Duty-knak a karaktereivel játszhatsz, mint például ugye Captain Price-al. És miért? Lehet, hogy azért, mert őket is visszahozták a halálból? Című történet? Nem tudom. Egyszerűen miért nem lehetett volna megcsinálni egy ennyire jó kis single player-t, ekkora csavarral benne, ha így van. Tehát egyáltalán ezek sejtések, hogy őszintén reméljük kiderül, reméljük, hogy van valami easter egg az egész mögött, és készülnek valami meglepetéssel az Activision-re, mert akkor megint nagyot nyernének ezzel az egész szituációval. Szóval, ja, ez lett volna a Call of Duty single player története elmagyarázva, Black Ops 4-nek a single player története elmagyarázva. Tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, srácok. Várom a kommenteket, mit szóltok hozzá? Játszottatok volna már egy ilyen single player-re? Szívesebben megvennéd a játékot, ha benne lett volna ez a single player élmény egy ilyen kis történettel a háttérben? Ja, ennyi. Köszönöm. Ja, iratkozzatok fel. Miért ne? Köszönöm a figyelmet, sziasztok!